Több mint 3300 notebook kerül kiosztásra a 2023-as esztendőben Rákosmente oktatási intézményeiben. A kormány által elindított projektnek köszönhetően a következő napokban 1067 diák szülei vehetik kézhez az eszközöket a 17. kerületben. Újabb postapartneri pont létesült Rákosmentén. A 17. kerületi lakosok, így a két eddigiekben is üzemelő nagyposta mellett, további két kijelölt ponton, Rákoskerten és Rákoscsaba Újtelepen is intézhetik ügyeiket. Idén is folytatódott az Ültess egy fát gyermekednek program. A kezdeményezésnek köszönhetően ezúttal egy vérszilvafa került telepítésre Rákoshegyen. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A digitális oktatáshoz való egyenlő feltételek biztosítása elnevezésű 2022-ben útjára indított kormányzati projekt részeként az idei esztendőben 3300 notebook kerül kiosztásra a keletpesti tankerület fenntartásában működő rákosmenti oktatási intézményekben. November 24-én a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 7. és 10. osztályos tanulói, illetve pedagógusai számára 193 eszköz érkezett. A helyszínen Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, Horváth Tamás polgármester, valamint Lengyel Fehér Gyöngyi, a keletpesti tankerületi központ igazgatóhelyettese és szakmai vezetője is jelen volt. A 17. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 193 darab notebook és hozzájuk tartozó táska érkezett, amelyeket november 24-én vehettek át azok a szülők, akik jelezték igénylési szándékukat a Kréta rendszeren keresztül. A kormány által 2022-ben elindított digitális oktatáshoz való egyenlő feltételek biztosítása elnevezésű projekt célja, hogy a legkorszerűbb informatikai eszközöket is készségszinten tudják használni a diákok. Emelte ki Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője. Az oktatásnak haladnia kell a korral, mind tartalmában, mind eszköz ellátottságában segítenie kell a diákokat és a tanulási folyamatot. A kormány célja az, hogy néhány év leforgása alatt minden olyan diáknak, akik 5.-től 12. évfolyamon tanulnak, amennyiben igénylik, akkor ingyenesen egy notebookot biztosít. És itt rákosmentiek is természetesen részesülünk ebből. Ezekben a napokban 1067 diák szülei kapják meg a gyermekeik számára itt Rákosmentén a notebookokat. Most itt a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban 193 darabot adunk át Horváth Tamás polgármester úrral. A mai világban már elengedhetetlen, hogy a digitális eszközök is teret nyerjenek a mindennapi oktatásban. Erről már Horváth Tamás polgármester beszélt, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kabinet akciójában a 17. kerületi oktatási intézmények is aktívan részt vesznek. Ugye most a mai nap a 7-esek és a 10-esek kaphatnak laptopokat, ezeket a Krétán keresztül kellett megigényelniük, és aki kért, annak most a mai napon kerül kiosztásra. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Úgy gondolom, hogy a pedagógus számára is nagy könnyebbség, de a diákok számára is egy nagy segítség a tanulásunkban. És ugye most tankerületi szinten ez most már a több mint 3000 darabot osztottak ki, hiszen tavasszal indult az első akciókkal, az 5-esekkel kezdték, és most folytatódik. És ugye amíg az iskolában járnak a gyerekek, addig használhatják ezeket az eszközöket, utána vissza kell adniuk. Mindenképpen az gondolom, hogy fontos és jó akció, és remélem, hogy folytatódni fog, és minél több gyerek fogja igényelni, és minél többen jutnak hozzá ezekhez az eszközökhöz. Dr. Hitz János, a tanintézet igazgatója elmondta, az igénylés alapján kiosztott notebookok segítségével tanórai vagy otthoni keretek között egyaránt felhasználhatóvá válnak a digitális formátumú tananyagok. Az intézmény tanárai pedig folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél hatékonyabban be tudják építeni az eszközök használatát a hétköznapokba. Mindig szokták mondani, hogy a informatika, digitális kultúra az a jövő. Nem, ez a jelen, és mi benne vagyunk a jelenben, és fel tudjuk használni, és fel is vagyunk rá készülve. Persze még nekünk is hosszabb távon fel kell készülnünk arra, hogy tudjuk pontosan betenni az oktatás menetébe. A gimnáziumban már kaptunk 2 évvel korábban, azokat már beépítettük, de most ugye felső tagozatról van szó.
hallgatók is kezdik megkapni, és az ő oktatásuk a digitális kultúra, de hát nem csak a digitális kultúra, hanem bármely tantárgy, én történelemtanár vagyok, történelemoktatáshoz is bármilyen kereséses, feladatos csoportfeladatokra föl lehet használni ezeket az eszközöket. Persze egy picit nekünk is meg kell újni, újulunk abból a tekintetből, hogy hogy tudjuk minél jobban kihasználni azt a lehetőséget, hogy hosszabb távon, ugye az a célja a kormánynak, hogy minden gyermek fog rendelkezni felsőbe és gimnáziumban laptoppal, ez nekünk is egy óriási könnyebbséget fog jelenteni. A novemberben elindított kezdeményezésnek köszönhetően 2023-ban országos szinten 140 ezer notebook talál gazdára, a 7. és 10. évfolyamos tanulók között 36 milliárd forint összértékben. Újabb postapartneri pont létesült Rákos mentén, ezúttal a Naplásút 11 szám alatt nyitotta meg kapuit az új egység. A 17. kerületi lakosok, így az eddigiekben is üzemelő két nagyposta mellett további két kijelölt ponton, Rákoskerten a Sáránd utcában és Rákoscsaba új telepen a Naplásúton egyaránt elintézhetik ügyeiket. A november 23-ai nyitás alkalmával Horváth Tamás polgármester és Halász Dezső a körzet önkormányzati képviselője is kilátogatott a helyszínre. Horváth Tamás polgármester már a kora reggeli órákban megérkezett Rákoscsaba új telepre, Rákosmente új postapartneri pontjához, amely november 23-án nyitotta meg kapuit a helyiek előtt. A létesítmény üzembe helyezése hiánypótló jelentőségű, ugyanis a közel 90 ezres lélekszámú kerületben a posta bezárási hullámot követően csupán kettő ilyen jellegű intézmény maradt, utalt rá a városvezető. Számomra azért volt fontos, mert azt nem tudtuk elfogadni, hogy a 6 postánkból 2 marad a kerületben, ezért kezdtem ugye a tárgyalásokat a postával, de miután a posta egyetemen kijelentette, hogy nem nyitja újra a bezárt fiókokat, ezért a postapartner programban próbáltunk új helyeket találni, és sikerült is Rákoskerten és itt Rákoscsaba új telepen. A postapont fontos ismérve, hogy a meglévő vállalkozói vagy szolgáltatói tevékenység mellett végezhető benne a postai feladatellátás. Az új modell továbbá lehetőséget teremt a lakosság számára, hogy a postai szolgáltatások továbbra is helyben, a korábbiaknál akár hosszabb nyitvatartási időben legyenek elérhetőek. A kezdeményezés megvalósulását Halász Dezső, a körzet önkormányzati képviselője is üdvözölte. Nagyon fontos ez nekünk, hiszen ligetlen bezárt posta után mi nagyon messze kerültünk a postától, így nagyon fontos volt számunkra, hogy postapartneri pont létesüljön, és ne kelljen Rákoskeresztúra átmenni minden egyes alkalommal, hogy a postai dolgot szeretnénk intézni. Az önkormányzati képviselő hozzátette, a környéken élők és szívesen fogadták, hogy immáron nem csak a Sáránd utcában, hanem akár a Naplásúton is igénybe vehetik a postai szolgáltatást. Újabb facsemetével bővült a 17. kerület zöld állománya, ugyanis folytatódott az Ültess egy fát gyermekednek program, amelyet még 2011-ben indított el Rákosmente önkormányzata. A kezdeményezésnek köszönhetően ezúttal Rákoshegyen került telepítésre egy vérszilvafa, melynek gondozását Balog Melinda és családja vállalta. Az ültetésen Horváth Tamás polgármester és Szabó Tiborné a kerületrész önkormányzati képviselője is részt vett. A napokban újabb facsemetével bővült egy 17. kerületi család lakókörnyezete, ugyanis a helyhatóság idén is meghirdette az Ültess egy fát gyermekednek elnevezésű programját, amit 2011 óta rendszeresen megvalósít. Horváth Tamás polgármester és Szabó Tiborné önkormányzati képviselő segítségével ezúttal Rákoshegyen egy vérszilvafa került telepítésre, melynek gondozását Balog Melinda és családja vállalta. A 17. kerületi születésű édesanya elmondta, férjével és gyermekükkel tavaly költöztek vissza Rákosmentére, és jó lehetőségnek tartják a kezdeményezést. Egyébként is kertépítés vált szükségessé a költözéssel, és hát nagyon szerettük volna megörökíteni a gyermekünk születését valami maradandó dologgal, úgyhogy nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, és ezért jelentkeztünk. A városvezetésnek az a célja a projekttel, hogy helyi szinten minél több zöld felület létesülhessen növényekkel, ugyanis Rákosmentének az az egyik varázsa, hogy jó a levegője, fogalmazott Horváth Tamás polgármester.
Nyilván, még ha figyelembe veszük azt is, hogy az idei vihar azért megtépázta a zöld felületeinket, és főleg rengeteg fát döntött ki a szél, ezért is kell, hogy pótoljuk ezeket a fákat, úgyhogy folyamatosan megyünk, és minden évben mindig több fát fogunk ültetni, ebben eltökéltek vagyunk, hiszen számunkra rákos mente az első. A városvezető hozzátette, az idei évben még közel 300 fa kerül majd előtetésre kerületszerte. Idén is megrendezte Adventa Zrínyiben elnevezésű programját a 17. kerületi Zrínyi Miklós általános iskola. Ebben az évben a Manók karácsonya címet kapta a központi tematika, a szervezők pedig vásárral, kézműves foglalkozásokkal, illetve a diákok és a szülők bevonásával megvalósított kiállítással várták az érdeklődőket. A rendezvényen köszöntött Petrőci Tibor, a tanintézmény igazgatója mondott, a helyszínen továbbá tiszteletét tette Virág Mihály, Rákos Csaba önkormányzati képviselője is. Ez a hatalmas Manó család fogadja a látogatókat a Zrínyi Miklós általános iskola kisépületében, ugyanis az intézmény idén is megrendezte Adventa Zrínyiben elnevezésű programját, melynek tematikája idén a Manók köré épült. A megnyitó keretében elsőként a tanintézet 2 negyedikes, valamint ugyanennyi első osztályos diákja mutatta be énektehetségét, majd pedig Petrőci Tibor igazgató szólt a megjelentekhez és rávilágított. Nagy hagyománya van náluk a mostani eseménynek, hiszen azt több mint 15 éve rendszeresen megszervezik. Idén egy kis humort csempésztünk bele, talán nem haragszik meg érte senki, ezek a Manók világa, a Manók közössége. Tudjuk, hogy a mi ünnepkörünkben ugye ez északról szivárok be, mint a vándormadarak, de egyre inkább azért teret kap nálunk is, és nagyon kedves figurák végeredményben. Sőt, mi több, ugye most elé is mentünk még a valódi adventi időszaknak, hiszen ez december 3-án kezdődik, de az iskola életének szervezésében így tudtunk neki helyet találni. Nagyon népszerű is program. A programok részeként kiállítást is rendeztek a szervezők, a bemutatásra szánt alkotások pedig az épület folyosóit díszítik. Visnyei Némócsán Erika gyógypedagógus elmondta, a diákok lelkesen készítették a manókat, és a szülők is aktívan részt vettek a tárlat megvalósításában. Sokszor alig tudtuk megállapítani, hogy ezt most valahol vásárolták, vagy kézzel készítették, de a legtöbbet azt kézzel készítették, és hát igazán nem számoltuk végig ebbe az évbe, hogy mennyi tavaly a medvékből szerintem 200 fölött érkezett, de hát azok nem készített medvék voltak, de szerintem 100 manó biztos, hogy most is van. Azon kívül még asztaldíszeket is hoztak, meg karácsonyfa díszeket, mézes kalácsot, hogy az illat bejárhassa az egész épületünket. Az iskola főépületében kézműves termékek vására fogadta az érdeklődőket, akik adventi koszorúk, ékszerek, díszek, továbbá különféle apróságok közül válogathattak. Ilyenkor megnyitjuk az iskola kapuját, és nem csak a gyerekek vannak ezen a rendezvényen, hanem a szülők is bejöhetnek, természetesen akik ráérnek, és abszolút pozitív a vélemény. Ilyenkor már beszerezhetik mondjuk az adventi koszorút, vagy meglepetéseket, apró ajándékokat vásárolhatnak, és tényleg nagyon hálásak a szülők ezért. Az adventi forgatagra Virág Mihály, Rákos Csaba önkormányzati képviselője is ellátogatott, aki az eseményt övező összefogást és a kivitelezést egyaránt példaértékűnek tartotta. Ez önmagáért beszél, hát ez egy, el sem tudom képzelni, a belvárosban nincs ilyen örömünnep, halljátok és lássa mindenki ezt a csodát, én magam is vásárolgatok mindenféle dolgot, és ha láttad a sok mosolygós gyereket, mindenki rohangál, mindenki kis valami kis apró ajándékot akar venni, és már készül a karácsonyra. És azt hiszem, hogy az Zrínyi iskola, ez egy nagyon jó példája ennek az egésznek, hogy így is lehet pedagógusként, gyerekekként, intézményként olyat tenni, ami méltó az adventhez és a karácsonyhoz. A pedagógusok továbbá a termekben kézműves foglalkozást is szerveztek, ahol a látogatók különféle eszközökkel készíthettek el egyebek mellett karácsonyi díszeket.
Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Az Erdős Renéház muzeális gyűjtemény és kiállító teremben Vándor kiállítás címmel nyílt meg egy rákosmentes sokszínűségét és művészeti gazdagságát bemutató tárlat, amely azokat a gyűjteményben szereplő alkotásokat tartalmazza, melyek 2006-tól napjainkig rákosmentett testvértelepülésein voltak láthatók. A november 18-ai kiállítás megnyitón a jelenlévőket Horváth Tamás polgármester köszöntötte, a 17. kerületi kötődéssel rendelkező 44 művész munkáit az érdeklődők január 14-éig tekinthetik meg. November 18-án az Erdős Renéház muzeális gyűjtemény és kiállító teremben Vándor kiállítás címmel nyílt tárlat, amely azokat a gyűjteményben szereplő alkotásokat mutatja be, melyek 2006-tól napjainkig rákosmente lengyelországi, horvátországi és erdélyi testvértelepülésein, továbbá hazai kiállító termekben voltak láthatók. A festő- és képzőművészeti, valamint fotográfiai alkotásokból összeállított kiállítás megnyitó eseményén Horváth Tamás polgármester mondott köszöntő beszédet. Mint utalt rá, a vegyes technikával készített művekből összeválogatott kollekció kiválóan ábrázolja a 17. kerület sajátosságait. Azért is különleges, mert itthon még ez így nem volt kiállítva, így ebben a formában ezek a műalkotások. És én azt gondolom, hogy aki végigjárja a kiállítást, az nagyon sok-sok mindent megtudhat a művészeinkről, de akár a kerületünkről is, hiszen nagyon sok olyan alkotás van, ami megpróbálja Rákosmentét bemutatni, és mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy jöjjön el, nézze meg, és akkor lehet róla elképzelése, hogy mi milyen formában próbáljuk megmutatni a testvértelepüléseinknek Rákosmentét. Többek között azért is büszkélkedhet sok színű és termékeny művészeivel Rákosmente, mivel annak területi adottsága és természetközelsége lehetővé tette és teszi a mai napig, hogy nyugodt körülmények között alkossanak az itt lakók, emelte ki szakmai méltatásában Mohai Orsolya művészettörténész. A tegnapi nap volt Budapest 150. születésnapja. Ez a nap a Budapest környéki kerületeknek, akik csak 1950-ben csatlakoztak Budapesthez, és akiknek saját és egyben sajátos személyes története, történelme van, talán kicsit nehezebben megélhető ünnepnap. Budapest közelsége azonban mindenkor meghatározta ezeknek a településeknek a fejlődését, arculatát. A 17. kerület ma is Budapest legzöldebb kerülete, sok művészt, írót, költőt, festőművészt vonzott a nyugalom, a természet közelsége. Ez a gyönyörű villa a kerület helytörténeti gyűjteménye, mely négy rákosmenti település történetét őrzi, dolgozza fel és állítja ki, egyben szimbóluma is lehet a terület Budapesthez való viszonyának. A Vándor kiállítás című tárlat jelenleg 44 helyi kötődésű művész képeit és szobrait mutatja be, melyek legtöbb esetben a Rákosmente önkormányzata által nyújtott anyagi támogatásnak köszönhetően kerülhettek be az Ádám Ferenc történész, múzeológus által jegyzett gyűjteménybe. Időről időre elővenni a lehető legkülönféle módokon és a legtöbb helyszínen bemutatni. Ennek van értelme, mert így sokkal többen látják. Ezért is nagyon jó, hogy mi vándoroltatni tudjuk ezt az anyagot. Rákosmente hírnevét is öregbítjük vele. Ezért nagy-nagy köszönettel tartozunk a fenntartónak, tulajdonosnak, hogy ezt lehetővé teszi. Köszönöm Barna Andortól kezdve Horváth Tamás polgármester úrig, mindenkinek, aki segített vagy segít benne. A már Lovranban, Dukvában és Gyergyószentmiklóson is közönség elé tárt összeállítást a rákosmentiek január 14-éig tekinthetik meg az Erdős Renéház muzeális gyűjtemény és kiállítóterem nyitvatartási idejében. 2023-ban immáron 17. alkalommal hirdették meg Rákoskert faültetési programját, melyhez ezúttal 30 család csatlakozott. A túlnyomó többség választása a cseresznyefára esett, vállalva, hogy azok életben tartásáról is ők gondoskodnak a jövőben. A kerületrész közterületei a 2006 óta indult kezdeményezésnek köszönhetően 1000 darab facsemetével gyarapodtak, melynek részleteit Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő ismertette. Hatvani Zoltán még 2006-ban határozta el, hogy a helyhatóság, valamint a főváros által szervezett faültetési projektek mellett ő maga is elindít egy hasonló jellegű kezdeményezést Rákoskerten a saját képviselői keretéből.
A program az elmúlt 17 év során jelentős érdeklődésre tett szert. 2023-ban a kerületrész lakói közül 30 család jelezte, hogy szeretne fát igényelni a kiszáradt vagy kivágott példányok helyére pótlásként. Most már körülbelül 55-60 fát ültetünk el, ebből 30-at a rákoskertiek kértek, azoknak a régi fáknak helyére, amit kiszáradt, kivágtak, vagy csak pótolni akarták, és az összes többit pedig az önkormányzat a zöld alapba befolyt támogatásból, illetve a elszáradt, kiszáradt, kivágott fák helyett pótolt. Úgyhogy idén 56-60 fát ültetünk el pontosan. A jelentkezők túlnyomó részének választása az idei esztendőben a cseresznyefára esett. A Rákosmente önkormányzatának finanszírozásában elültetett lópullatok pedig a kucorgó teret teszik majd zöldebbé a jövőben. Hatvani Zoltán hangsúlyozta, a fák gondozását illetően minden alkalommal ugyanaz a kérés érkezik az érintettek felé. Mindig azt kérem tőlük, hogy szeressék a fákat, és locsolják. Most ez az ősz, ez nagyon jól alakul, és az ültetést is nagyon jól sikerült időzíteni, mert szakadt az eső jóformán napokon keresztül, aztán volt egy-két nap szárazabb, és azóta most megint ilyen nyírkos, párás esős az idő, tehát ez a fáknak nagyon jó, de nyilván ahogy majd jönnek a tavaszi, esetleg melege, forróbb, szárazabb hétköznapok, akkor locsolni a fákat nagyon kell. A kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt évek során összességében 1000 darab újonnan telepített fával gazdagodott Rákoskert, és az előzetes tervek alapján az akció 2024-ben is útjára indul majd. A Rákosmente Televízió krónikáját lettek, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a rakosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!